Halottak napja van, és a róluk való megemlékezés az helyi kultusztól függ, az iszlámban nincsen halottak napja, de a megemlékezés róluk folyamatos, sőt van két ünnepünk, az Eid al-Fitr és Eid al adha szokás róluk megemlékezni. De különböző iszlám szektákban irányzatokban másképp. Mondtam, kultusz függő. Függ a helyi hagyománytól, tradíciótól. Van, akinek erős gyász, van, akinek emlékezés, van, akinek szomorúság, van, akinek pedig annyit tesz, hogy megváltotta az úr őt a földi szenvedéseitől. Személytől függ, aki meghalt és személytől függ, aki emlékezik. És ahogy többször elhangzott az iszlámban, a lélek nem hal meg. A lélek tovább él és várja sorsát, elbírálását. A test hal meg, és a test elporlad, bejárja azt az utat, amit minden anyag bejár. Megsemmisül. A lélek nem anyagi, és nem semmisül meg. Akinek nincs úgymond túlvilágba vetett hite, annak ez az élet, amit a testbe jár a földi élete alatt, ez az összes valóság, ennek ez nagy gyász. És akinek van túlvilági hite, vagy valamiféle folytatásba vetett hite, annak is gyász ez csupán, csupán emlékezéssel teli, és ebben ott van egy kis vigasz, hogy majd találkozunk. De mikor hal meg az ember valójában, amikor a teste meghal, vagy amikor a lelke valamilyen elbír, elbírálásban részesül, bár akkor se hal meg a lélek? Akkor, amikor elfelejtkezünk valakiről. Nem kell hatalmas dolgot letenni az asztalra ahhoz, hogy emlékeinkben megőrizzünk valakit. De ugye nem furcsa, hogy azt se tudjuk, ki volt dédanyánk, dédapánk, ükapánk, és hogyha gyermekeink kérdeznek, akkor valahol elveszettnek véljük őket. Holott mondhatnánk azt, ami emlékeinkben él, vagy a róluk szóló regékben, mesékben ér róluk. Dédapát pusztaszaposban megépítette a családi házunkat, és ő volt ott az állomás főnök. Dédanyát pedig reggelenként ment kapálni, a veteményt, a kukoricát, és hét gyereket szült, akik közül három meghalt. És ez már egy óriási dolog ha ennyi megmarad rólunk, ha ennyi az emlékezetünkben marad, mert akkor lelkünk velünk él tovább. Tisztességgel. A rossz dolgok is megmaradnak. Nálunk az iszlámban van egy fohász, ami a halottakért szól, és az alkalommal elmondom. Ó Allah, bocsáss meg neki, könyörül rajta, vedd oltalmadba, és Tedd nemessé lakhelyét, tárd ki annak kapuját, most megőtt vízzel, hóval, jéggel, tisztítsd meg a bűnöktől, ahogy a fehér ruha megtisztul a tisztáltalanságtól, váltsd fel otthonát jobbra, mint amiben része volt, és családját jobbra, mint evilági családja vezesd be őt a mennyországba, menzd meg őt a sír kísértésétől és a pokol tüzétől. Amen. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.